Meghosszabbítja a kormány az ástoppokat, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Orbán Viktor arról írta, a benzin és élelmiszer ástopp október 1-ig marad érvényben, tehát addig biztosan 480 forint lesz az üzemanyag literenkénti ára, és bizonyos élelmiszerek sem drágulnak tovább. A hitelmoratóriumot és a kamatstoppot pedig az év végéig hosszabbítják meg. Tavaly november 15-én pontosan 0 órakor állították át ezen a szegedi benzinkúton a 95-ös benzin és gázolajárát utoljára. És úgy tűnik, a kormány legújabb bejelentés értelmében október 1-ig a kijelzőn nem is kell változtatni. Orbán Viktor csütörtök délután közösségi oldalán jelentette be, hogy október 1-ig a kormány meghosszabbítja a benzinárstoppot. Szintén eddig az időpontig marad az élelmiszerárstopp, de az év végéig a hitelmoratórium és a kamatstopp határideje is kitolódott. Ahogy vállaltuk, a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is meg fogjuk védeni. Még május végén mondta ezt a miniszterelnök, és szakértők szerint a vállalások teljesülésének egyik legfontosabb feltétele az árstopp rendszer. A zárszabályozás meghosszabbítása azt jelenti, hogy továbbra is az eddig megszokott fix áron vásárolhatunk 7 alapvető élelmiszert. A kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, a csirkefarhát és a 2,8%-os zsírtartalmú tehéntejára marad ugyanannyi október 1-ig. De december 31-ig a hitelmoratórium és a kamatstopp is életben marad, amelyről még tavaly év végén döntött a kormány. Október végi szinten rögzítjük a jelzálog alapú hitelek kamatait. Az intézkedés január elején lép hatályba, és az első fél év végéig tart, és ez azt jelenti, hogy a februári törlesztő részlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak, mert Magyarországnak előre kell mennie, és nem hátra. Szakértők szerint eddig nagyjából mintegy 1,2 millió lakossági ügyfél élt a fizetési haladékkal, mintegy 1,8 millió hitelszerződés esetében.